Sziasztok, mindenkit üdvözlök! Most egy Ryzen konfigot állítottam össze, olcsó kategóriában, tehát várható egy Ryzen konfig videó sorozatom, ahol nagyszerű árérték arányban állítok össze most AMD-s konfigurációkat. Processzor Ryzen 5X4 1500X. Ugye láthatjuk, hogy magok száma 4, azonban ez 8 szálnak minősül, tehát hasonló, mint az Intel Core i7-eknél, hogy 4 mag 8 szál. Gyakorlatban egy 8 magos processzornak vehetjük. Processzor órajele 3,5 GHz, ami boost szinten megy még följebb is, ugye az játékok alatt érvényesül. A fogyasztás nagyon kedvező, 65 watt. Ehhez egy Gigabyte GA320M DS2 alaplapot választottam, ami durván 20.000 forintnál indul. Ugye socket AM4, tehát kifejezetten a Ryzen processzorokhoz készült alaplap. Mégis akik nézik a videóimat és összeállítják azt a konfigot, amit én ajánlok, nem kell semmiféle veszélytől félniük. Azonban, hogyha önmagunk szeretnénk összeállítani a számítógépünket, akkor érdemes odafigyelni rá, hogy minden hardware eszköz kompatibilis legyen egymással. Tápegység FSP Hyper 500 watt, 12 cm-es ventilátorokkal van ellátva, olcsó azonban a minőségibb tápegységek egyike, ugye 85%-os hatásfok, tehát a 80 plusz tápok közé tartozik. Ugye fontos kiemelni mindig, hogy nem megbízható tápegységekkel is tele van a hardware piac. Ez nem mindig az ár függvénye, tehát evidensnek tűnhet, hogy ne bízunk meg egy 5000 forintos tápegységbe, de nagyon még egy 10.000 forintosban sem. Azonban vannak adott márkák és adott típusok, amikről egy hozzáértő ember meg tudja mondani, hogy érdemes-e vele foglalkoznunk, avagy sem. A háttértárnak Western Digital 1 terabájtos merevlemezét választottam ki, az úgynevezett Blue HDD, tehát 1 terabájtos 7200-as, ugye ez a fordulatszámra vonatkozik, és a gyorsaságra, és 64 megabájtos. 13-14 ezer forinttól tudjuk beszerezni, és egy nagyon jó árérték arányú merevlemezről van szó. Gépház Aircool V3X Advance. Szoktam ajánlani ezt a gépházat, olcsóbb konfigokhoz, nagyon jó választás, tágas, hűvös, támogatja az ATX-et és a mikro ATX-et, tehát nem lesz olyan gondunk, csak nem mini ITX konfigot szeretnénk összeállítani. Nagyon ritka egyébként, nyugodtan bele fog tudni férni, el fog tudni helyezni benne az alkatrészeket. Memória Kingston 4 GB DDR4, 2133 MHz-es, egy modul 11.000 forinttól indul, sajnos nincs mit tenni, memóriák egy ideje nagyon drágán kaphatók, viszont 8 GB-ra lesz nekünk szükség, tehát 2 darab modult fogunk megvásárolni ebből. És végül a videókártya, MSI RX 460, 2 GB, GDDR5. Most ugye az AMD videókártyák piacon nagyon megdrágultak, tehát irreális módon, tekintve a magasabb szintű kártyákat, az RX 470, 480, 570, 580-at. De az a jellemző, hogy a használt piacon még az R9290-290X, 390-390X-ek is gyakorlatilag a 390X-et tekintve GTX 1070 árába mennek, és ez valamiféle irreálisan túlárazva, de mégis arányosan a 390X-hez 80 meg 90 ezer forintoké a 290X vagy a 390. Tehát lényeg, hogy sehogy nem éri meg nekünk, így azoknak nem tanácsolom a megvételét, azonban olcsóbb kategóriában még az AMD kártyák közül is ki lehet fogni nagyon jó árba lévő kártyákat. Ugye láthatjuk lentebb az apró árat, hogy 29.000 forinttól már megvásárolható. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! A Shadow Warrior YouTube csatorna támogatásra szorul. Kisebb-nagyobb támogatásokat szívesen fogadok a csatorna további üzemeltetése, fenntartásának érdekében. Az adományokat a feltüntetett PayPal e-mail címre tudod küldeni. Nézz szét a csatornámon, remélem te is örömödet fogod lelni benne, és ha tetszett, akkor iratkozz fel. Ha nincs PayPal számlád, vagy esetleg
nincsen módod anyagi hozzájárulással támogatni a csatornát, következő módon tudsz még segíteni: megnyitsz tőlem egy lejátszási listát, ahol fel vannak sorolva a videóim, majd 10-15 videón keresztül reklámokat megnyitva, jobb klik, megnyitás új lapon, így PayPal számlán kívül fáradtságmentesen is hozzá tudsz járulni a Shadow Warrior YouTube csatornához.